a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvári Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete a helyi gyermekintézményekkel közösen novemberben tartotta meg a Német Nemzetiségi Hetet, melynek középpontjában a hagyományokat követve Szent Márton legendája került. A szokásos lámpás felvonulást követően a Margaréta Református Óvoda, az Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda és a Százszor Szép Óvoda gyerkőcei meg is mutatták a művelődési házban, mit tanultak ez idő alatt. Zenés, táncos műsort adtak, amivel nagy sikert arattak népes közönségük körében. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvári Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete a gyerekeket mézes kalácslibával és citromos teával vendégelte meg a műsor végén. A mártonnapi népszokásokhoz csatlakozott a Dombóvári Kertbarát Egyesület is. Az összejövetel alkalmával az egyesület elnöke a borászok jelentőségteljes, minden napra feladatot adó szőlőműveléséről osztotta meg gondolatait. Ugye azt mondja a mondás, hogy aki mártonnapon újbort nem iszik, és libát nem eszik, az egész éve szomjazni, illetve éhezni fog, és mi ezt nagyon nem szeretjük. És akkor úgy döntöttünk, hogy mint más években most is megtartjuk a mártonnapi ünnepségünket, újborkóstolót, és hát ugye a borhoz illik valamit enni, és így libazsíros, lilahagymás, libazsíros kenyeret ettünk mi a tagság, és ezzel kínáltuk a vendégeinket is, akik eljöttek erre a rendezvényre. A kollekció az, mint máskor is a borversenyeken is, fehér, rozé és vörös bor volt. Hát ma már ugye a direkt termő szőlőkből készült borok, azok teljesen kikoptak, most már azért minőségi borszőlőkből készülnek a borok. És hát az utóbbi 10-20 évben azért nagyon sokat fejlődött Dombóváron a borkultúra, úgyhogy igazán jó minőségi borokat tudtunk inni. Ugye a fehér boroknál most már egyre divatosabbak kezdenek lenni az illatos borok, a cselszegi fűszeres, az irsai olivér, tehát ugye a most már hagyományosnak számító Chardonnay, olasz Riesling, Riesling Silvani bor is megjelent. Ugye a vörösöknél pedig, ugye a minőségi borok, a Cabernet Merlot, ezek most már mind megjelennek, és hát új borként itt már kóstolni tudtuk őket, és igazán élvezetes volt ezeknek a kóstolása. Mindenki hozza a saját borát, ez nem csak borkóstoló, hanem egyúttal borállás is. Tehát János atya is vendégünk volt, szívesen elfogadta a meghívást, és megáldotta a borainkat, és ugye a hagyomány szerint a kóstolást csak odáig szabad csinálni, hogy valamennyi maradjon az üvegben, mert ezt a pincébe levő hordóba, balomba, ezt a vádott bort, ezt bele kell tölteni. Az esemény alkalmával az új bort Hegedűs János plébános áldotta meg, a szertartás után a közösségnek és a meghívott vendégeknek pedig lehetősége adódott megkóstolni a dombovári vidéken megtermelt borokat, mellé pedig libazsíros kenyeret kínált az egyesület számukra.